Három hét múlva rajtol a bajnokság az A-csoportban, így sorra érkeznek a légiósok a csapatokhoz. A kék cápák keddi edzésén már ott volt az amerikai Nigel Johnson, igaz, az átállás nehézségével küszködő kosaras még egyedül dolgozott. Az viszont biztos, hogy az eredetileg kiszemelt és szerződtetett szintén amerikai Alex Rizét nem láthatják a nyíregyházi szurkolók. Július vége felé már leigazoltuk Alex Rees nevezetű amerikai játékos, az utána való időszakban pedig folyamatosan problémák merültek föl, legfőképpen az útlevelével, hol azt mondta, hogy van neki, hol azt mondta, hogy lejárt, hol azt mondta, hogy nem találta, és a végén gyakorlatilag nekünk kénytelenek voltunk átrakni a repülőjegyét egy későbbi időpontra, amire szintén nem tudott fölülni erre a repülőre, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy annyira megbízhatatlan volt, és annyira nem reagálta az üzeneteinkre, nem tudtunk vele semmi, se a menedzserei kapcsolatot tartani, hogy el kell engednünk, úgyhogy kezdeményeztük a szerződése felbontását. A cápák az elmúlt héten két edzőmeccset játszottak a Jászberénnyel. Mindkét találkozó minimális különbséggel az ellenfél bizonyult jobbnak, de Pető Ákos vezetőedző szerint elérte célját a két mérkőzés. Nagyon sok mindent visszakaptam, tehát ilyen szempontból elégedett lehetek. Egy kicsikét még szűk volt a rotációnk, ha teljes bajnoki keretet nézzük, de annak nagyon örülök, hogy a fiatalok sokat tudtak így téthelyzetben pályán lenni, és jó teljesítményt nyújtottak, illetve az volt a cél, hogy megfelelő terelést kapjanak a játékosok az elmúlt héten, tehát ennek megfelelően játszottak, abszolút elégedett vagyok. Az A csoportban az első két negyedben minden csapatban kötelező pályán lenni egy 23 év alatti magyar játékosnak. Nyíregyházán Mokánszki Máté, Vaskó György, Kozák Bertalan és Kis Benedek harcolhat ezekért a játékpercekért. Utóbbi szerint a csapat és ő maga is egyre jobb formába lendül. Minden edzésen azon vagyunk, hogy egy olyan csapatot építsünk, ami a célnak megfeleljen. Két edzőmeccsünk volt, itt nem az eredmény számított, hanem az, hogy gyakoroljunk, illetve a rossz tulajdonságokat kijavítsuk, és edzésen megnézzük, hogy mi volt a jó és mi volt a rossz. Kezdek visszajönni a formába, azt gondolom, hogy az utóbbi két Jászberényi meccsen viszonylag jó volt a formám. Mindenképpen a legjobbamat szeretném nyújtani az oroszlányi tornán is, illetve itt a Sitko Ernő emléktornán is. Mohácsi Máté szerint szinte bajnoki meccseket idéző hangulatban léphetnek majd pályára oroszlányban. Én őszinte leszek, teltházba számítok, tehát oroszlányban szinte mindig az van, már más osztályban is az volt, és annyi idő eltelt az utolsó mérkőzés óta, hogy biztos vagyok benne, hogy akár egy tornáról beszélünk, akkor is teltház fogja fogadni a csapatunkat, és én is szívesen térek vissza, hiszen két szép évet töltöttem a oroszlányban. A kék cápák pénteken az oroszlány ellen kezdenek a Bányászkupán, a másik ágon a Pécs a Szombathelyre találkozik. Másnap a két vesztes játssza a bronzmeccset, a két győztes pedig a kupa győzelemért küzd majd meg egymással.